Sziasztok! Ez Fiddlesticks hőstörténete. Réges-régen, egy tengerparti toronyban, egy ostoba fiatal mágus valami olyat idézett meg a világunkba, amit nem tudott irányítani. A fiú előtt megjelenő lény a feljegyzett történelemnél is idősebb volt, és sötétebb a vég nélküli csillagtalan éjszakánál. Valami, amit a világ kétségbe esetten igyekezett elfeledni, és abban a pillanatban a mágus, a lény és maga a torony is kiszakadt az idő folyamából. Legalábbis így tartja a szóbeszéd. Freljordban a gyerekek egy olyan szörnyetegről szóló mesékkel rémisztgetik egymást, amelyik az elfeledett jégsírokból támad fel. A teste mindenféle eltemetett sisakokból, pajzsokból, bundákból és fadarabokból áll. Bilcsbó törben az ittas tengerészek egy aprócska, távoli szigeten áldogáló, magányos alakról számolnak be egymásnak. Azt beszélik, senki sem tért vissza, aki a közelébe merészkedett. Egy ősi, targoni legenda arról szól, hogyan fosztottak meg egy suttogó rémet egyetlen örömétől az alkony gyermekei. A noxusi veterán katonák pedig egy magányos béres meséjét idézik fel, akit a gyenge termésért okoltak, és megetettek a varjakkal. A béres démonként tért vissza a világunkba. Demácia, X-Tál, Piltover, Ionia, Surima. Ezek a történetek Runaterra minden sarkában élnek. Szájról szájra terjednek a mesélők számtalan generációján át, miközben folyamatosan változnak. Egy azonban közös bennük. Mind egy emberszerű lényről szólnak, amely ott bukkan fel, ahol eluralkodik a félelem. Ám ezek mind csupán a gyerekek ijesztegetésére szolgáló rémmesék. Soha senki sem félt igazán az ostoba szörnyetektől, akit Fiddlesticksnek hívnak. Mostanáig. Az egyre fokozódó félelem és paranoia ugyanis életre hívott valami Demácia határvidékén. A fővárostól több száz mérföldnyi mezőgazdasági területtel elválasztott vidéki protektárusok néhány nap leforgása alatt kiürültek. Utazók tűnnek el a régi ösvényeken. Számos őrjárat nem tér vissza a királyság pereméről. A túlélők szemébe őrület költözik. Az útszéli fogadókban az arcukat marva hadoválnak varjakról, amelyek nem is igazi varjak. Hangokról, amelyek nem is igazi hangok, és egy madár ijesztőre hajazó idomtalan rettenetről, amely a holtak hangjain keresztül szól hozzájuk.
A legtöbben gonosz varázslókat sejtenek az esetek hátterében. Gyakran hallani eféle vádakat a lázadás napjaiban. Az igazság azonban ennél is sokkal szörnyűbb. Valami visszatért ebbe a világba. Akár csak a fiatal mágus és a tengerparti torony meséjében. Egy gonosz teremtmény, amely hosszú, hosszú évszázadokkal ezelőtt tűnt el a világból. Olyan régen, hogy azóta az emberiség hajnaláról származó figyelmeztetésekből pletykák, aztán mondák és történetek, majd legendák lettek. Végül pedig csak egyszerű gyermekmesék formájában maradtak fenn. Ez a lény annyira idegen a világunktól, hogy létezése jelenlegi mágikus ismereteinkkel meg sem magyarázható. Annyira hihetetlenül ősi, hogy soha nem is született meg. Mindig is volt. Az egész világ félelmét testesíti meg, míg az állatok is megremegnek, ha valaki kiejti a nevét. Feltámadásakor egy másik, szinte teljesen elfeledett mondakelt ismét szárnyra a határvidéken. Ez a legenda egy olyan gonoszról szól, amelynek nincs alakja, sem gondolatai. Számára még az általa kísértett világ sem értelmezhető vagy fogható fel. Mindig annak az alakját veszi fel, aki rettek tőle. Minden élő teremtmény legbelsőbb félelme ez, amely a teremtés legelső, rettenetes sikolyából született. Egy démonok előtti démon. Legalábbis így tartják a mesék. De Fiddlesticks valódi. Fiddlesticks... Ez jó!